Jó estét kívánok! 10. adásához érkezett a Térfél, a Régió Plusz Televízió és a Gödöllő Hírek sportmagazinja, Gödöllő sportjáról, illetve a térség sportjáról. Mai műsorunkban egy olyan sportolóval beszélgetünk, akinek sportpályafutása Gödöllőre indult, és nem túlzást állítani, a világhírig vitte. Köszöntöm a stúdióban Tóth Krisztinát, aki ugye asztali teniszező, ma már nem aktív játékos, hanem inkább szakmai fronton dolgozol. Azt szeretném kérdezni, Kriszta, hogy az egész történet, ami most már azért ugye lezárult 2012-ben, már mint, vagy 2012-ben, 13-ban, mint aktív sportpályafutás, hogy kezdődött, hogy indult? Ugye te nem Gödöllőn születtél, később kerültetek Gödöllőre, és itt indult viszont a maga a sportpályafutás. Igen, köszöntelek, és köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, hogy... Nagyon örültem, mert még mindig itt is lakom, Németországban élek, most már 16. éve, de haza mindig Gödöllőre jövök. Igen, ahogy említetted, itt kezdtem pingpongozni 1982-ben, az Orgoványi Imrénél. Ez akkor a Gödöllői SC volt, igen, igaz? Igen, Gödöllői SC. A Madács iskolában voltak az edzések fönt. Igen, ott fönt. Voltak fönt a szakmunkásképzőnek, úgy hívták, a tornatermében voltak az edzések. Az elején még anyu kísérgetett edzésre, és sokszor ott ültünk a padon, vártuk, hogy asztalhoz jussunk, elég sokan pingpongoztak akkoriban, és amikor oda kerültünk, akkor mondta az Imre, hogy nagyon tehetséges vagyok, és érdemes lenne komolyabban foglalkozni ezzel a sportággal. Ezt értem, de valakinek fel kellett fedezni, hogy esetleg neked ehhez van érzéked. Ugye, mert azért egy asztali tenisz, rengeteg mindent lehetett volna választani, akár bármilyen más labdajátékot is. Miért pont a pingpong? Igen, a nagybátyám pingpongozott Miskolcon az NB1-ben, tolszárfogásos játékos volt, az is ritkaságnak számított, és ő járt akkoriban a testnevelési főiskolára, akkor még főiskolának hívták, és ott itt aludt nálunk sokszor, hozta az ütőjét, én meg ott 7-8 évesen ütögettem otthon a falnak a labdát, és ő mondta, hogy érdemes lenne komolyabban megpróbálni, mert látja, hogy tehetséges vagyok, hogy elég ügyesen bánok a labdával, és akkor így kerültünk. Azt hiszem talán egy újsághirdetés révén a GSC-hez. És mennyi időt töltöttél Gödöllőn? Mert elég hamar tovább kerültél a tehetséged miatt. Igen, egy 2-3 évig edzettem itt Gödöllőn, csak sajnos heti kétszer tudtunk edzeni, mert többször nem volt lehetőség, hogy bemenjünk a terembe. Emlékszem, hogy apu akkor még átvette azért, hogy az irányítást ő kísérgetett versenyekre, és még az általános iskolában is megbeszélt, hogy délután tudunk esetleg ott felállítani egy asztalt, akkor a srácok nagyon sokat segítettek, eljöttek velem, a klubtársaim játszottak velem, de lehetett látni, hogy ez úgy hosszú távon kevés lesz, és megkeresett a statisztika női csapata, hogy oda Budapestre igazoljak át. Úgyhogy akkor 85-re. Hány éves voltál? Akkor voltam 11, 10-11 évesen kerültem oda. Az azt jelentette, hogy minden nap volt edzés, és másfél órát oda, másfél órát vissza éveztem, és metróztam, hogy edzésre tudjak menni. De gondolom, ott a statisztikánál és a korosztályban kezdtél el versenyezni, vagy már korábban bekerültél esetleg mondjuk a felnőtt csapatba, vagy korosztályodnál viszonylag idősebbek közt is játszottál? Igen, jó, látod. Viszonylag hamar kiderült, hogy tényleg itt az Orgoványi Imre jól látta, hogy van tehetségem hozzá, és elég gyorsan fejlődtem, ugye a heti kettő edzés után ötször játszottam, és jobb edzőpartnerek, vagy inkább úgy mondom, hogy kicsit szervezettebb edzés közt, mert azt azért nem szabad elfejteni, itt Gödöllőn én voltam a kislány, és a srácok mindig velem edzettek, de a heti öt edzéssel nagyon gyorsan fejlődtem, és 14 évesen már például back mérkőzésre is beraktak. Sőt, országos bajnoki címet nyertél szerintem a statisztikával. Talán igen, mert akkor ugye a gyengébb csapatok ellen játszhatott az ember. Most így mennyi idő eltelt, nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy egy-egy meccsre bedobtak, úgyhogy hivatalosan is magyar bajnok volt. Az igen, ebből még utána ezen kívül lett 27 magyar bajnoki cím. Gondolom, nem mindegyikre emlékszel pontosan vissza, de nem csak felnőtt korodban, hanem serdülés ifjúsági korodban is nemzetközi szinten is elkezdted bontogatni a szárnyaidat. Ugye többször a serdülő Európa bajnok vagy, és ifjúsági is. Majd azt mondom, hogy 1994 Birmingham. Ott nyerted az első... Igen. Most egy picit gondolkoznom kellett, mert olyan régen volt. Igen. Az első felnőtt. Európa bajnoki aranyat. Igen. Ez is érdekes, ebből aztán 7 lett. 2008-ban azt hiszem Szentpétervára volt az utolsó
Európa-bajnoki címed, hogy egyéniben nem tudtál nyerni, az ezüst a legjobb. Nyertél párosban 3-at, és vegyes párosban 2-t, illetve csapatban 2-t. Igen, pontos. És ez nem hiányzik a kollekciódból, ez az egyéni arany? Így most már nem, de persze, hogy az lett volna igazából a korona, és úgy érzem, hogy meg is érdemeltem volna, hogy egyéniben is, egyéni, a képességeim alapján legalábbis, meg a hozzáállásom alapján, hogy az egyéniben is sikerüljön, de elég sokszor kínai származású játékostól kaptam ki, ezt most csak nem azért mondom, hogy ezen lehetett volna mit csinálni, hanem ők egyszerűen jobbak voltak nálam, és ez így alakul, de én arra is büszke vagyok, hogy 4-szer voltam elődöntőben, azt se sok játékos mondhatja el magáról, 2-szer egyéni döntőbe, tehát ez nem csak az, hogy az ember jó páros játékos volt, vagy jó csapatember, hanem egyénibe is oda keveredtem, úgyhogy szerintem ezt az egész pályafutásomat, hogyha így egy összességében nézzük, akkor abszolút nem, vagy nincs hiányérzetem. De mindezt megelőzte közben Kínában, Tianjinben itt is van az érem, hát Magyarországon egyedülálló dolgot hajtottatok végre Bátorfi Csillával, hogy a párosban világbajnoki bronzérmet szereztetek. Ez azóta is, azt hiszem, senkinek nem sikerült a női mezőnyben Magyarországon. Igen, én is úgy tudom. Igen. Hogy senki, és most még igazából nem is látom nagyon azt, hogy valakinek esélye lehet, mert olyan kínai dominancia van, tőle, nem beszélve a honosított kínaiakról, akik elárasztották most már Európát, vagy már más égtájakat is gondolom. Erre hogy emlékszel vissza, erre a Tianjinben volt, azt hiszem, igaz, a világbajnokság? Igen. Eleve, hogy Kínában volt a világbajnokság, nekem az volt az első ilyen nagyobb versenyem Kínában. Előtte egy-két versenyen ugye voltunk, de azért 95-ben még Kínában is egy világbajnokság, akkoriban 2 évente voltak világbajnokságok, egy iszonyú nagy dolog volt. Emlékszem, hogy a ciklámen akkor virágzott, direkt a VB tiszteletére, meg ilyen, majdnem olyan Pekingben, hogy szétlőtték az esőfelhőket, hogy süssön nap. Tehát tényleg mindent megtettek, hát nekem egy óriási élmény volt, mert akkoriban még tényleg az volt, hogy most már Kína is egy kicsit olyan, hogy rengeteg nagy versenyt rendeztek, mindent megnyernek, egy picit ellaposodott az egész, de 95-ben még azért ez egy óriási dolog volt, ott voltunk 2 hétig Kínában, teljesen más kultúra, és akkor voltam 20-21 éves, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, és annyira sokat készültünk Csillával erre a párosra, és viszonylag jó sorsolást is kaptunk, és tényleg, amikor bejutottunk a 4 közé, azt még akkor fel se fogtuk, hogy ez milyen nagy dolog. És akkor ott nem kellett játszani a bronzérmet. Nem, hála Istennek, igen. Az elődöntő vesztesei automatikusan bronzérmesek. Szemben Sydney. Ugye az olimpia, 5 olimpián vettél részt, igen. Igaz, Atlantába kezdted, aztán Sydney, utána volt Athén, Peking és Londonban zártad. És ugye Sydney volt a legsikeresebb a szereplésetek, szintén a Csillával, Bátorfi Csillával, viszont az olimpiának van egy olyan, hát ilyen szempontból negatív hozadéka, hogy ott bizony lejátszák a bronzmérkőzést is. És ez sajnos nem jött össze, ugye dél-koreai ellenfeletek volt, ha jól emlékszem, és vezettek 2-0, aztán 2-2, és 2 ponton múlt. Igen. És aztán olyan másfél órás meccset játszottunk. Ugye, amikor a bronz meccs zajlik, akkor csak egy asztalon megy a játék. A Bill Gates is ott volt a teremben, nézte a meccsünket. Tele volt a csarnok, ez úgy előttem van, és úgy tűnt, hogy szorosan vagyunk, meg tartjuk a lépést velük, de 2-0 elhúztak 2 szoros szettel. Aztán úgy voltunk velük, hogy semmi gond, majd megpróbálunk fordítani, meg tényleg jól játszottunk, meg hajtottunk, és 2 iszonyú szoros szettbe kiegyenlítettünk, felrobbant a csarnok, mindenki nekünk drukkolt, és végül is a döntőszedbe is fej-fej mellett mentünk, amikor 2 point lecsaltak a koreaiak. Ezt tényleg ritkán mondok ilyet, mert nem ezen szokott általában múlni, de ott azért 15 fölött 2 point elcsalni, az azt jelenti, hogy a végén 19-19 helyett lett volna mondjuk 20-16 nekünk, és így kaptunk ki 2 poénnal 21-19-re. És egy ilyen, én még máig sem értem, hogy miért kell lejátszani, tudom, hogy az érmek száma korlátozva van, meg az olimpiai bizottság így, meg úgy, de ez egy nagyon buta szabály. De szerintem valamennyire a szövetség kárpótolt, szintén itt van az asztalon. Elkészítettek egy bronzérmet, ilyen jelképes vagy tiszteletbeli bronzérmeseknek tekint a Magyar Szövetség gyakorlatilag titeket, amit abszolút megérdemeltek, de előtte se azt hiszem nem volt senkinek ilyen lehetősége. Ugye 88-tól van az olimpián
az asztali tenisz, és azóta sem jutott senki ilyen közel gyakorlatilag, hogy éremért játszhasson a magyarok közül, úgyhogy ebben is végül is korszakalkotók voltatok a Csillával. Te közben azon kívül, hogy sportoltál, más elismeréseket is kaptál, nyilván a sport teljesítményed miatt. Az egyik én egy ezüst érdemkereszt, azt ugye 2000-ben kaptad? Hú, az igazság, hogy én tényleg tudom, nem akarok nagyképűre olimpiához igen, kötötték, de ahhoz kötötték, és akkor igen. Kapták, ez egy állami kitüntetés. Ennek a átvétele ceremóniájáról milyen emlékeid vannak? Annyi nem voltam ott, mert valami miatt, ugye Bundesliga meccs miatt nem tudtam részt venni, úgyhogy édesapám vette át. Általában. Ki adtál akkor ezt pontosan? Szerintem a Mádl Ferenctől vehette át apu. Ugyanígy volt egy pár évvel később, egy év sportolója választáson harmadik lettem, akkor is apu vette át sajnos, vagy nem apu miatt sajnos, hanem hogy én nem tudtam személyesen részt venni, mert a Bundesliga elfoglaltság miatt mindig nem tudtam soha részt venni ezeken az eseményeken, mert ott ugye azt mondták, hogy hát őket ez nem érdekli, a meccs a fontos. De ettől függetlenül halmozzuk az élvezeteket, azt említetted, hogy többször voltál. Igen, 13 alkalommal volt az év női asztali tenisztezője. Ezt nem ez tudom, büszke dolog. Számon igen. Tartod? Ezek a számokat, tehát a 28-as bajnoki cím 13-szor az év. Nem igazán, mert én úgy vagyok vele, hogy az előbb említettem, hogy remélem, hogy úgy gondolják az emberek is, meg ahogy én, hogy így összességében, hogy körülbelül hol van a helyem a magyar asztali teniszben, most hát az 27 vagy 26, összességében azt hiszem, hogy valamilyen nyomot hagytam az asztali tenisz életben, és tényleg büszke vagyok. Már hogy így, ugye egy jó pár éve gyerekekkel foglalkozom, és így visszagondolva néha belegondolok, hogy azt a mindenit, hogy ezt bár a gyerekek mondjuk a negyedét elérnék, és hogy milyen nehéz ezt elérni, milyen nagy a konkurencia, és ilyenkor úgy belegondolok, hogy húha, hát igen, ott azért egy-két dolgot elért. Jó, akkor még mindig tudom fokozni tovább az egészet, mert 2008-ban, ugye Gödöllőn az a szokás, hogy augusztus 5-én adják át a díszpolgári címet, miattad, mert akkor ment az olimpia, kén voltatok Pekingben, hiszem egy héttel később tudtad átvenni. Tehát te Gödöllő díszpolgára is vagy igen. 2008-ban, és még mindig az első női díszpolgára, ugye 96-ban alapították újra ezt a címet, tehát még ebben is az első te voltál. Azt nem tudtam. Mert korábban csak férfiak kapták meg, tehát te voltál az első. Ezzel kapcsolatban mi rémlik, vagy mi merül fel, ha erre visszagondolsz? Hát iszonyú büszke voltam egy városnak, egy ilyen városnak a díszpolgára lenni. Nem is nagyon tudtam. Ilyen városnak ez mit jelent? Hát szerintem egy nagyon klassz város Gödöllő, és egy nagyon dinamikusan fejlődő, barátságos város. Azért most nem tudom, hogy mennyi lakosa van pontosan, ez egy 30-40 ezer. 30-néhány ezer. Néhány ezer lakos, és díszpolgár lehetek, ott van a polgármesteri hivatalban a nevem. Ingyen parkolhatók, meg ilyen apróságok járnak hozzá, úgyhogy tényleg ez egy óriási dolog. Ezt még a német klubom is megemlítette, amikor ezt megkaptam, tehát erre ők is nagyon büszkék voltak. És akkor 2014-ben nemzetközi szinten is elismertek, ugye még benne vagy most is 18-ig, ugye benne vagy a sportolói bizottságában a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetségnek. Ez jövőre le fog járni mindenképpen, mert már nem vagy aktív. Igen. Tehát már nem képviselheted őket. Igen, csak aktív sportoló képviselheti őket, illetve 4 éve visszavonult sportoló, az én 2013-ban vonultam vissza, és sajnos nem is tudom úgy a munkámmal segíteni a dolgokat, ahogy szeretném, mert eléggé elfoglalt vagyok, de azért benne voltam, ez akkor alakult, amikor engem is beválasztottak, egy nagyon friss dolog volt, és azért szerintem egy jó pár dolgot kiküzdöttünk a sporttársainkért, a játékostársainkért, világranglista versenyeknek a szervezés, hogy kicsit jobb minőségben legyenek megszervezve, úgyhogy szerintem elég komoly dolgokat vittünk véghez. És 14-ben volt egy gála, amikor tulajdonképpen ezt nevezhetjük életműdíjnak, igaz? Igen. Bármilyen furcsa, de végül is akkor lezártad már aktív pályafutásodat, és ezt a szövetségtől kaptad, ezt a üvegből van, gondolom? Igen. Vagy igen. Méltó? Méltó volt ahhoz? Nagyon szép volt, ahogy megünnepeltek téged, tehát gyakorlatilag amit te elértél, vagy tettél a magyar asztali teniszért, illetve a magyar sportért, ehhez képest gondolom méltó lezárása volt ez. Nagyon szép gála volt, és nagyon meghatódtam, ahogy megszervezték, hogy ott a kivetítőn a különböző
egykori társaim bejelentkeztek, például Vladimir Samsonov bejelentkezett, aki még mindig... Vegyes párosba EB-t, és ő 20 éve a top 10-es játékos a világon, az egész világon. Egy nagyon megbecsült és tisztelt játékos, és utána megköszöntem neki másnap, hogy köszöntött, és mondja, hogy a feleségével ott a nappaliban, nem tudom, 15-ször vették fel, hogy jó legyen a felvétel, úgyhogy az nagyon megilletődtem, hogy milyen aranyos volt, hogy így igyekezett. Úgyhogy talán 2-3 ezer ember kint volt azon a gálán, és jól esett, és azt hiszem, hogy engem tényleg nagyon szépen köszöntöttek. Térjünk vissza 2000-re, azt hiszem 2000-től játszottál Németországban. Igen. És 2012-ig, vagy meddig volt ott kint, amíg Igazából, amikor elkezdtem dolgozni a Bajor Szövetség, de erre majd gondolom visszatérünk, akkor még egy fél évig, vagy még egy pár meccset játszottam a végén. Tehát 2013 és nyaráig És ez akkor játszott. Szakmai, vagy milyen jellegű kihívás volt, hogy a statisztika, ugye a statisztika Európában ezért mégis név volt. Nem tudom, ma már talán nem annyira, de akkor mindenképpen. Mindenki a statisztikát szerette volna, gondolom, megverni, vagy elkapni, hogy Becket tudja nyerni, és te mégis Németországba mentél. Igen, hát én 85-ben, ahogy előbb beszéltük, átszerződtem a statisztikám, és 2000-ig, tehát 15 évig ott játszottam. Most egy kis túlzással ugyanazon az asztalon, majdnem ugyanazokkal az emberekkel, edzőpartnerekkel, edzőkkel, akiknek nagyon hálás vagyok, csak picit úgy besokaltam. Meg úgy gondoltam, hogy akkor voltam 25 éves, hogy még ki tudnám magam próbálni külföldön, érdekelt, hogy tudok-e még fejlődni. Sokan ráfogták, mondjuk most már tudják pontosan, hogy ez nem az volt az oka, hogy a pénz miatt megyek el. Persze, hogy az ember Németországban több pénzt kapott, de nem az motivált, hanem hogy egy kicsit kimozdulni ebből, és ott tényleg külföldön teljesen egyedül voltam, magamra voltam utalva, én intéztem a dolgaimat, és kicsit alá is becsültem a nehézségeket, nem volt egyszerű a kezdés, de most már úgy érzem, hogy ez hány klubban játszottak? Háromban összesen, 15 év alatt. De közben visszajártál a válogatotthoz egy ideig. Igen, igen. Tehát a rendelkezésükre álltál minden olyan versenyen, tehát ezzel nem volt. Az se volt könnyű. Hát gondolom, összeegyeztetni az egészet. Igen. És ugye még az is fölmerült, én olvastam valahol, hogy esetleg megpróbálod Riót, tehát 16-ot, de valami közbe jött Németországban. Hát igazából az jött közbe, hogy kaptam egy lehetőséget a Bajor Asztalitani Szövetségtől, hogy szakmai referensként dolgozhatok, ez igazából egy ilyen tartományi edzői pozíciót jelent, és így tudtam, hogy ez nem fér össze az a profi sporttal. Ez a tartományi edzői, ez azt jelenti, hogy fix helyen vagytok, vagy a Bajorországon belül különböző helyeken tartotok bemutatókat, vagy nem, hát edzőket képeztek, vagy szakmailag felügyeled? Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy Bajorország akkora, mint Magyarország. Én mondjuk olyan, mintha ülnék Budapesten az irodában, Münchenben van az irodánk, ott van a szövetségnek a központja, és én edzéseket is tartok, szervezem az összes edzőtábort, ki hol edz, milyen edzőket foglalkoztatunk, tehát én tartom a kapcsolatot a Német Olimpiai Bizottsággal, a Bajor Sportbizottsággal, tehát mindenféle szervezettel, ezen felül számlákat írok alá, hogy melyik edző mit dolgozott, akkor hozzám jönnek a szülők, hogy ennek a gyereknek ilyen edzés kellene. Ez utánpótlás, hogy felnőttek? Csak utánpótlás. Hány éves kortól, 18 éves korig foglalkozunk, mert utána nem is foglalkozhatunk, tehát ez egy ilyen dolog, nem is támogathatunk felnőtt sportolókat. Hát 38 gyerek van a Bajor válogatottban, és emellett körülbelül egy olyan 200-300 gyereket ismerek személyesen, akik úgynevezett ilyen, nem is tudom, hogy mondjam őket, akik bekerülhetnek majd a válogatottba, még kicsik, még nem olyan jók, és ugye ez minden ügyes bajos dolgát ezzel intézni. És látszik már, hogy a németeknek milyen utánpótlásuk lesz? Hát nálunk látszik, hogy nagyon sokat változ. Ez nem azt mondom, hogy csak miattam, de egy kicsit úgy rendbe lett szedve a dolog, egy kicsit szervezettebb lett az egész, és nagyon dicsérik a munkánkat. Ez nem csak az én munkám, hanem a kollégáimnak a munkám, mert hárman vagyunk összesen főállásúak, csak én viselem a nadrágot, meg én nekem kell kommunikálni, meg én megyek az ülésekre, tehát ők csak a teremben dolgoznak, és úgy, hogy nincs igazából saját termünk, mert ugye
minden felé edzenek a gyerekek, tehát ezt itt Magyarországon el se tudják képzelni. Én például edzek az egyik legügyesebb bajor kisfiúval a pincéjükben, amikor egy ekkora helység, mint ami itt van. Adódik azért a kérdés, hogy te ezt Németország, Bajorországban valósítod meg, ezt itthon? Hát, ez, én most nem akarok... Nem kell bántani senkit, nyilvánvaló, de gondolom azért nem. Kerestek, nem kerestek? Kerestek esetleg. Is, csak igazából úgy nem nagyon jutottunk el, szerintem nem tudjuk, egyik oldal se tudja úgy belőni, hogy mit is tudnánk egymással kezdeni, meg ahogy úgy nekem volt, vagy én úgy tartom a kapcsolatot a szövetségem, mert például beszéltük, hogy kellene egy szakmai könyv, egy ilyen, amiből az edzők tanulhatnak, és mi a Bajor Szövetségben nagyon jó könyvből dolgozunk, hogy esetleg azt lefordítatni, kiegészíteni, és hogy akkor szeretnék, hogy én is besegítsek, meg hogy ilyen sportigazgatói, amit én végül is Bajorországban csinálok, olyasmit keresnének, mert nincs ilyen, a főtitkár csinálja sok, de úgy igazából nem tudom, hogy tényleg szükség van-e rám. És hát lehetne ezt ültetni, ezt a modellt? Hát így egy az egyben nem. Tehát az egész fölösleges, mert akkor nincs jönnek... annyi, gondolom, hogy sokkal több az igazolt versenyző, mint Magyarországon. Nem csak amiatt, hanem annyira mások a sajátosságok, meg ugye az ember megkapna, hogy nem Németországban vagy, ez itt nem működik. Tehát például nálam körülbelül... De más sportágban, bocsáss meg, hát a német modellet szeretnénk követni. Szerintem, például mondtam a főtitkárnak, hogy nálunk van egy ilyen úgynevezett, nem is tudom, kvalitétmenedzsmentnek mondják németül, most ilyen minőség, biztosítási szerűség, tehát hogy mikor kell adniuk a számlát, van egy táblázat, megnézem, minden hónapban egyszer elküldik, hogy milyen gyerekek vettek a különböző edzéseken részt, megnézem, elmentem, aláírom, visszaküldöm, mikor jelöljük ki a válogatottak, hogyan jelölöd a gyerekeket a versenyekre, ez mind le van szépen írva. Most nem az, hogyha október 15 helyett október 17-én jelöljük ki, akkor nagy dolog történik, de mégis, hogy körülbelül egy keretet ad a munkának. És akkor mondja a főtitkár, hogy ez milyen jó, hogy nekik ilyen nincs, hogy esetleg... Már a magyar főtitkár. A magyar főtitkár. Igen. Tehát ők például ilyen ötleteket nagyon szívesen mennek, hogy egy kicsit csak mondjuk a kollégák, akik 30 éve nem ebben nőttek fel, azok biztos azt mondják, hogy nagyon hagyjál békén a hülye hát minőségrendelőzési rendszereddel. Ha már itt tartunk egyébként, és nagyobb ráhatásod van onnan Bajorországból, lehet, hogy az egész nemzetközi asztali teniszre mind probléma volt, főleg az utóbbi időben, hogy rengeteg honosított játékos, főleg a női vonalon játszik már Európában, és igazából a kínaiakat nagyon-nagyon nehéz kiszorítani, tehát a világversenyekről. Ez a tendencia, ez változhat? Tehát föl tudnak zárkozni az európaiak, az európai születésűek? Változhat, mert ugye ezt a Nemzetközi Szövetség, ezt a korlátozást bevezette most már lassan szerintem körülbelül 8-10 éve, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos életkor után már nem játszhatnak európai válogatottba, és ennek már meg is van a hatása, tehát már azt kell, hogy mondjam, hogy mindig mondják, a magyarok is mondják, hogy megint kínaitól kaptam ki, de ezek már nem akarok senkit megbántani, de ilyen kivéhet régi játékosok, akik már inkább kifelé mennek, és az újak meg nem jöhetnek a szabályozás miatt. Tehát 15 év alatt kell átjöjjön, hogy játszhasson egy európai válogatottban. Tehát akkor előfordulhat az, hogy belátható időből nem szerintem kínai névvel kezdődik múlt... az európai ranglista gyakorlatilag, vagy Luxemburg, ami Portugál. Szomorú, igen, nem is az a szomorú, hogy egyrészt már ezek a kínaiak nincsenek, viszont az európai női utánpótlás annyira gyenge, hogy még így se jönnek nagyon fel új játékosok. Ez érdekes. Te még szoktál játszani különben? Igen, én egy 5. ligás férfi csapatba játszom, Augsburgban ott laktam egy 5 évig, és ott tartottam edzést, és megkértek, hogy játszak, úgyhogy így beszállok egy 8-10 meccsre. Ez csapatbajnoki? Csapatbajnoki, igen. De jó. És abban hány meccset kell játszani egy ilyen fordulóban? Hát úgy van, hogy 6-os csapat van, tehát 6 fős a csapat, és párossal kezdünk, utána 2 egyéni meccsen van, és hogyha a végén úgy áll a meccs, akkor még van egy ilyen páros a végén. Úgyhogy én egy olyan 8-10 meccsre beszoktam szállni. Tavaly, most feljutottunk, úgyhogy ez egy óriási dolog, ebbe a ligába még ez a klub soha nem játszott, úgyhogy nagyon örültek. Tavaly nem vesztettem meccset a fiúknál, de idén azért egy ligával följebb nehezebb lesz, meg keveset is edzek. Szűkítsük a kört, térjünk vissza egy picit Gödöllőre. Gödöllőn is van, létezik a mai napig asztali tenisz, és azt hiszem csapatbajnokságban játszanak is, nem tudom melyik osztályban most éppen, mert voltak a legfelsőbbben, és aztán lejjebb adták. Illetve amatőr szinten úgy tudom, hogy szintén működik. Neked van valamilyen kapcsolatod, rálátásod erre? Nagyon minimális, de az inkább azért, mert én nekem nincs nagyon időm, de ismerem a srácokat, akik ezt csinálják, és szerintem nagyon jól csinálják, és
Most is voltam például délelőtt a könyvtárba könyvet kikölcsönözni, és a könyvtáros hölgynek mondtam, hogy hol tud esetleg pingpongozni, mert szóba került a pingpong. Úgyhogy szerintem sok gyerek pingpongozik, jól megy a dolog, ki tudja, hogy mi lesz belőle. Csak azért is kérdeztem, mert egyszer volt egy lehet, hogy könnyelmű kijelentésed korábban. Igen, ez a sportiskola dolog. Egyszer visszatérnél szívesen Gödöllőre, és a tudást, tapasztalatot átadnád a gödöllői gyerekeknek. Lehet még ebből valami? Igen, ehhez végül is az igazság, hogy ezt fel kellene adni a német dolgot, mert ez a kettős dolog, ez nagyon jól hangzik, de akkor ezt is fél erővel csinálnám, azt is fél gőzzel, ez így azért nem nagyon működhetne. Ezt azért elő kellene készíteni elég komolyan, hogy. De én szívesen segítek, csak mondom, ez inkább ilyen alkalmi dologra. Tehát akkor azért beállható időn belül ez valószínű? Egyelőre nem, mert mi próbálunk ott kint felépíteni egy komolyabb centrumot, aztán, de tényleg soha nem lehet tudni. Ettől függetlenül, ha szükség van a tanácsod, a segítséged, akkor kereshetnek. Igen, akár persze. Gödöllőről, akár az ország. Én már arra is gondoltam, hogy esetleg közös edzőtáborokat szervezni. Most már itt is Gödöllőn is például a szálloda nem gond, hogy hol aludnánk, hol edzenénk, úgyhogy ilyen dolgokkal el lehetne kezdeni. Hát akkor ez egy jó felütés, meg azt hiszem egy jó végszó is. Igen. Legyen így, szervezzétek meg. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Akinek észrevétele, javaslata van a műsorral kapcsolatban, a képernyő alján látható e-mail címekre eljuttathatja. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozzunk egy hét múlva. Viszontlátásra!